Október 18-án és 19-én két teltházas filmzenekoncerttel ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját az M. Bodón Pál Alapfokú Művészeti Iskola. Már a 125. évfordulón is filmzenekoncertet tartottak hatalmas közönség sikerrel. Az idei koncerten összesen 10 ikonikus filmzene hangzott fel, és újra bemutatták az 5 évvel ezelőtt robbanásszerű sikert arató Trónok harca fő témáját is. A színes műsort Pölös János vezette. Az M. Bodón Pál Alapfokú Művészeti Iskola apraja nagyja részt vett az intézmény megalapításának 130. évfordulóján rendezett ünnepi koncerten a híres Agora színház termében. A zenekar tagjai és a többfordulós castingon beválogatott kórustagok összesen 169-en álltak a színpadon, hogy örömet szerezzenek a két házat is megtöltő közönségnek, és nem utolsó sorban saját maguknak a közös muzsikálással. Miklósné Faragó Csillát, az intézmény igazgatóját, aki maga is mindvégig a zenekarban foglalt helyet, a koncertet követően munkahelyi irodájában kérdeztük többek között arról, hogy miért döntöttek 5 évvel ezelőtt éppen a filmzenék mellett. Az igény, hogy újítsunk, kollégáktól jött, hát közös döntés tulajdonképpen, a tantestület közös döntése, ezt mondhatjuk. Akkor még ugye a Fúvó zenekar vezetője is nagyon ezt szorgalmazta, és hát be kell látni, hogy gyakorlatilag közelebb kell hozzuk a gyerekek igényeihez a mi zenénket. Ugye a klasszikus zenei alapok azok a fontosak, de nyitnunk kell e felé, a zene felé. Lassan most már a filmzene is klasszikusnak mondható, és nagyon nagy az igény. Ami most még jobban kirajzolódott, mert tulajdonképpen már nagyon régóta kérdezgetik, hogy mikor lesz egy újabb, hát most itt volt az alkalom. Right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You never see me cry. I'll stand in the light of day. Egy zeneiskolában a filmzene program újdonságként hatott a tantestület egy részének, volt, aki győzködni kellett az ötlet működő képességéről. 5 évvel ezelőtt kicsit nehezebben, mint most, akkor még nem voltak annyira nyitottak a kollégák e felé, de megértették, hogy nyitnunk kell e felé, a stílus felé is, és látták, megtapasztalták, hogy tulajdonképpen sokkal több növendékünk lett utána, és ezt most már érzik a saját bőrükön, hogy így mondjam, és most nem kellett olyan sokat győzködni őket. A koncert első részében részletek hangzottak el a Karib-tenger kalózai, a Hókirálynő, a Leona profi, a Skyfall és az Indiana Jones című filmek legismertebb melódiáiból. A második részben a Gyűrűk ura, az Egyiptom hercege, a Shrek, a Wednesday és a Star Wars filmek zenéi következtek. Közreműködőként két profi énekes, Horváth Antónia és Olasz Csaba is fellépett, szólóban és duettben egyaránt. I know that the strength and the smarts of the soldier. I know that the clubs, weapons and more.
A produkcióban összesen csak nem 170-en vettek részt. Volt olyan részlete a koncertnek, amikor mindenki egyszerre állt a színpadon. A próbákat nyilvánvalóan egységenként külön tartották. Külön volt felkészülés a vonószenekarnak, Papnyi Gyalus Erikával, külön a fúvószenekarnak a két karnaggyal, aki vezényelte az estek folyamán, Lauer Zsolt és Kunna Lajos vezetésével, illetve az ütősök részéről meg kell említenem Gulyás Szabó Krisztiánt, akinek nagyon sok munkája van, volt benne, hiszen főleg gyerekek játszották az ütőszólamokat, és tulajdonképpen nagyon nagy teher nehezedett rájuk, mert ők vitték a vállukon az egész koncertet tempóilag és egyébileg. Meg kell említenem még két tanárt, Vince Tündét, aki a fuvolistákkal foglalkozott külön, illetve Molnár Pál a szaxofonosokkal. Az egyes művek bemutatásához az iskola tanulóiból nagy létszámú kórust válogattak össze a nehéz repertoárhoz, de jelentkező bőségesen akadt. Nagyon lelkesek voltak, ők már tavaly elkezdték a felkészülést, tulajdonképpen az összes szolfés tanár megtanította a kiválogatott gyerekeknek, illetve még a válogatás előtt, aki szeretett volna ebben részt venni. Nagyon sokan jelentkeztek egyébként, tehát nagyon várták a gyerekek. Tényleg casting volt? Igen, többfordulós volt egyébként, úgyhogy érdekes volt, nagyon sok munkájuk van a szolfés tanároknak is ebben, és hát ugye a válogatott gyerekekkel még külön kellett foglalkozni, volt egy zenei táborunk augusztus végén, ahol emberfeletti erővel készültek a gyerekek a 40 fokos melegben. A Wednesday rendkívül nehéz csellószólójának előadására sokáig kerestek vállalkozót. Végül a Grazban játszó Stankowski Endre Gordonka művész vállalkozott a virtuóz feladatra, aki szemmel láthatóan jó kedvel vett részt a produkcióban. Az igazgatónő összességében nagyon elégedett volt a koncertet ért figyelemmel, nem csak a várakozásai teljesültek, annál több is. Mondhatom, hogy több. Hát reménykedtünk benne, hogy nagy lesz az igény, de tulajdonképpen ahogy hirdettük, és nem is hirdettük, csak zárt körökben, ahogy elterjedt a hír, hogy már lehet kapni jegyeket, onnantól kezdve nem is kellett város szinten kihirdetnünk, mert a két nap teltházas lett. Szóba került egy harmadik előadás is, de úgy döntöttünk, hogy az már sok lenne. A koncert anyagát idén is rögzítették, de a felvételekből most nem készül DVD-re.